Sziasztok, Mira vagyok. Szeretném veletek megosztani, hogy milyen izgalmas napot töltöttem el a Tiszatavi Ökocentrumban, ahol megismerhettem a térség varázslatos élővilágát. Kalandos utazáson vettem részt, az egyszer biztos? Ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem és fedezzük fel együtt a Tiszatavi Ökocentrum világát. Megvettem a jegyemet a pénztárban. El is indultam az ismeretlen, ám annál izgalmasabb világ felé. Ahogy beléptem a főbejáraton, tudtam, hogy egy teljesen új világba csöppentem bele. Első utam a földszinti kiállító térbe vezetett, ahol izgalmasabbnál izgalmasabb felfedezésekre tettem szert. Gyönyörködtem a Tiszató terepasztalán, ahol madártávlatból szemlélhettem a Tiszató térségét. A kiállításon ezt követően az éjszakai állatok életébe kaptam betekintést. Képzeletem szárnyalni kezdett a hüllők és kétéltőek világában, ahol bepillanthattam a titokzatos életükbe. Az egyik zöldjik, mintha rám mosolygott volna az üvegfal mögül. Következő állomáson pedig egy olyan helyre vezetett, ahol a vízi világ csodái tárultak elém, beléptem az akvárium terembe. Ahol elbűvöltek a vörös szárnyú keszegek, és megcsodálhattam a pontyokat is. Majd megismerhettem közelebbről a tok óvoda lakóit. Képzeljétek, még egy hatalmas harcsa szoborral is szembe találtam magam, nem mindennapi látvány, az biztos. Egy pillantást vetettem a cuki ázsiai tömpeójú vidrekre is. Majd áthaladtam az óriás akvárium álomszerű alagútján, ahol számos halat csodálhattam meg. Lélegzetelállító látvány tárult elém. Irány a 3D moziterem. Felvettem a 3D szemüveget, így egy teljesen új dimenzióba léphettem a film közben. Elkezdődött a film, amit végig nagyon élveztem. A film címe 4 évszak a Tiszatavon. Varázslatos volt minden pillanat, mintha tényleg csak pár lépésnyire lettünk volna a természet csodáitól. Elidőztem a kalandjátszó téren. A minigolf sem maradhatott ki. A kormorános tónál közelebbről szemügyre vettem a vízi élővilágot. Képzeljétek, pelikánokkal és dámszarvasokkal is találkoztam, akik még egy kis csemegét is elfogadtak tőlem. Gyönyörű napsütéses idő volt aznap, ezért ellátogattam még a tutajos tóhoz, ahol egyensúlyomat tartva átkeltem a vizen. Ezután a magyar óriás nyúl bemutató helyén rengeteg bájos nyulat láthattam. Betértem a haláskanzenbe is, ahol a szemünk előtt tárókoztak fel a régi halászati eszközök és azok történetei. A kilátótoronyból pedig valódi páratlan kilátás nyílt meg előttem. Ahogy a távolban néztem, szó szerint úgy éreztem, mintha a világ a lábaim előtt heverne. Ezután mesés hangulatban elsétáltam a Tisza varázslatos partjára. Gondoltam, miért ne vennék részt egy szuper motorcsónakozáson? Gyönyörű szép volt a táj, amit most is megcsodálhattok.
Ez a program is varázslatos élmény volt. Nektek is jó szívvel ajánlom, ha ellátogatnátok ide. Betekintést nyertem az ékszerteknősök titokzatos birodalmába. Köztük volt Charlie, az afrikai sarkantyús teknős, aki most éppen itt tölti a vakációját. Egyszerűen csodálatos napot töltöttem el a Poroszlói Ökocentrumban. A nap tele volt izgalmas és felejthetetlen kalandokkal.